Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt újra a Sportfogadás Online. Az előző videóban azt néztük meg, hogy a sportfogadók között melyek a legnépszerűbb fogadási piacok. Ehhez a legkeresettebb sportágakat vettük alapul, de a sportfogadás ennél jóval többet jelent. A nagyobb irodák egészen elképesztő számú fogadási piaccal kecsegtetnek, néhol egészen kétségbejtő mennyiségekkel találkozhatunk, és köztük igazán különlegesekkel. Most ebben a videóban ezek között fogunk egy kicsit körülnézni. De mielőtt ennek nekilátnánk, hadd mondjam el nektek, hogy erről a témáról és az összes korábbi témánkról bővebben olvashattok a sportfogadásonline.com weboldalunkon, a linket mellékeltem a videó leírásában, melyet alul megtaláltok, és ha már ott vagytok, akkor nézzetek rá a BL-ben, az EL-ben, illetve a nagyobb bajnokságokban tartott meccsekre vonatkozó esélylatolgató cikkeinkre, és szemezgessetek a meccsekre adott tippek között. Most, hogy ezzel is megvagyunk, következzen a mai videó témája, következzenek a speciális, vagy másnéven alternatív fogadási piacok. Kezdjük is el! Igazából egy olyannal kezdünk, ami bőven belefért volna a népszerű fogadási piacok közé is, hiszen rengetegen használják a világon, és nem csak az online, hanem a papír alapú fogadásoknál is van lehetőségünk a handicap fogadásra. De mit is jelent ez pontosan? Elmagyarázom egy focis példán keresztül. Tehát tegyük fel, hogy kinéztünk magunknak egy mérkőzést. Egy erős csapat játszik egy gyengécske ellen. Igazából itt az odds alacsony, nagyon nincs is benne érték, így kezdünk is lemondani róla. Itt még szóba jöhet egy félidő végeredmény opció is, ahogy azt a korábbi videóban is tárgyaltuk, de van nekünk más lehetőségünk is arra, hogy az odds-ot egy kicsit feljebb tornázzuk, és itt jön képbe a handicap. Úgy tudjuk növelni az odds-unkat, hogy úgymond előnyt biztosítunk a gyengébb csapat részére, tehát olyan, mintha ők a kezdő sipszó előtt már lőttek volna egy gólt. Így a favorit csapatnak nem elegendő 1-0-ra nyernie, legalább két gólos különbség kell ahhoz, hogy a mi fogadásunk pozitívan nyereséggel záruljon. Persze a handicap fogadásból sem egyfajta létezik, mínusz 2 vagy 3 gólról is indulhat egy adott meccs, ezt mindig a helyzet hozza. Egy kupa meccsen nem ritka a mínusz 4, mínusz 5-ös handicap, főleg, hogyha az aktuális első osztályi bajnokot sorsolják össze egy harmadosztályú középcsapattal. Vegyünk egy konkrét példát, mondjuk a BL döntőt. Hogyha megfogadtuk volna a Real Madrid győzelmét 0-1-es handicappel a Real Madrid Liverpool BL döntőn, akkor bizony veszítettünk volna, hiszen a meccs végeredménye 1-0 lett a Real Madrid javára, ami a mi handicappünkkel együtt tulajdonképpen döntetlent jelent. Ez a fogadási piac népszerű még a kosárlabdánál és a jégkorongnál is, a kosárlabdánál néha 20-25 pontos handicappel indul egy meccs, főleg az NBA-ben, ahol aztán nem kell félteni a csapatokat, hogyha pontszerzésről van szó. Egy tenisz handicap esetében az adott játékos gémelőnyökkel indul, és így tovább, remélem azért már egy kicsit tisztább a kép. Az ázsiai handicap alapja tulajdonképpen ugyanaz, mint a hagyományos handicap, csak van benne egy kicsi csavar. Hogyha már megismerkedtél a hagyományos handicappel, élesben használtad is, akkor ezzel sem lesz semmiféle problémád, ebben biztos vagyok. Van olyan fajtája, aminek az a lényege, hogyha a handicappel értendő fogadásod végeredménye döntetlen lesz, visszakapod a tétedet. Na jó, a helyzet azért nem ennyire egyszerű. Rengeteg ázsiai handicap fogadás létezik, mind-mind más végkimenetellel. Ehhez készítettünk nektek egy nagyon jó összefoglalót, ahol áttanulmányozhatjátok külön-külön, hogy hogy is működik ez. Ennek a linkjét is letettem a videó leírásába. Ha ehhez még társítasz egy remek stratégiát, akkor hosszú távon is sikeressé válhatsz, így mindenképpen érdemes megtanulni ezt az egyáltalán nem népszerű fogadási típust. És nem, nem kell tőle félni, nem a legkönnyebb, de egyáltalán nem is a legnehezebb dolog. Biztosra ebben az esetben sem mehetsz, ez a cím egy kicsit félrevezető volt, de nagyban tudod növelni a nyerési esélyedet, hogyha dupla eséllyel fogadsz. Igaz, ilyenkor a nyereményszorzó is jóval alacsonyabb, de hát ennek megvan a logikus magyarázata, hiszen egy futballmeccs esetében lefeded a fogadásoddal a végkimenetelek kétharmadát. Most vegyünk példaként egy Arsenal-Fulham találkozót, ahol az odds-ok alapján is az Arsenal az esélyesebb. Egy kis utánajárás után azonban láthatod, hogy az Arsenal nincs túl jó formában, a Fulham pedig az életben maradásért, azaz a bennmaradásért küzd. A motiváció egy nagyon fontos tényező a sportfogadásban, éppen ezért soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szóval ebben az esetben azért már árnyaltabb a kép, így a saját biztonságunk érdekében úgy döntünk, hogy több végkimenetelt lefedünk a fogadásunkkal. Most nézzünk meg, hogy milyen fajtái vannak a dupla esélynek. Ebben a táblázatban láthatjátok a dupla esély fajtáit, illetve a hozzá kapcsolódó odds-okat. Létezik az 1x, ebben az esetben akkor nyerünk, hogyha az Arsenal győz, vagy a meccs döntetlennel ér véget, az 1-2,
csak abban az esetben veszítünk, hogyha a végeredmény döntetlen lesz, illetve a 2x, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint az 1x, csak itt nem az Arsenal, hanem a Fulham győzelmért szorítunk. Láthatjátok, hogy az odds-ok jelentősen megcsapantak, de legalább nagyobb biztonságot adtunk magunknak és a szelvényünknek. A dupla esély egyébként még nagyon népszerű a jégkorunkban, de például a kosárlabdában egyáltalán nem, az ok pedig nagyon egyszerű, a kosárlabdában nagyon ritka, hogy egy meccs döntetlennel érjen véget, ezért a dupla esélynek itt egyáltalán nincs értelme. Minél nagyobb bajnokságokról beszélünk, annál több lehetőségünk nyílik fogadni. És vannak esetek, amikor több fogadási piacot is egyé gyúrhatunk. Vegyünk például egy korábbi Bayern München PSG találkozót. Külön fogadhatunk arra, hogy kinyeri a mérkőzést, és hogy mindkét csapat szereze gólt, avagy sem. És ezt fogadóirodától függően egy egészé is tehetjük. Ebben a táblázatban azt láthatjátok, hogy az odds-ok alapján a bukik azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a Bayern München nyeri a mérkőzést úgy, hogy a PSG is betalál. A következő legvalószínűbb helyzet, hogy a Bayern München nyeri a mérkőzést, de a francia játékosok hoppon maradnak, azaz nem szereznek gólt. A legvalószínűtlenebbnek pedig azt tartják, hogy a mérkőzés döntetlennel zárul, és nem szerez mindkét csapat gólt, ergo a végeredmény 0-0 lesz. Azzal még nem igazán foglalkoztunk, hogy élőben milyen speciális fogadási piacok elérhetőek, pedig kellene, hiszen itt aztán tényleg kinyílik előttünk a világ. Ezeknek a fogadásoknak a többségét egyébként nem javaslom, hiszen itt a legnagyobb a szerencsefaktor. A legtöbb fogadóirodánál lehet arra fogadni, hogy melyik csapat kezdi a mérkőzést. Ez például egy foci meccsnél pénzfeldobással történik, tehát teljesen lutri az egész, majd a győztes csapatkapitány eldönti, hogy szeretné-e kezdeni, vagy inkább térfelet választ. Az odds pedig 1-8-1-9 körül mozog, hiszen ez egy 50-50 esemény, és a korábbi videóban tárgyalt pénzfeldobásos példa óta tudjuk, hogy ez mit jelent. Arra is fogadhatunk például, hogy mikor már megy a mérkőzés, kié lesz a következő bedobás, a következő szöglet vagy a következő kirúgás. Ez is hatalmas lutri, igazából nem érdemes ebbe pénzt és időt fetszölni. Az már sokkal érdekesebb piac, hogy melyik csapat szerzi a következő gólt. Ez igazán élőben izgalmas, amikor te is követed az eseményt. Hogyha egy csapat folyamatosan támad, nyom, helyzetek sokasságát dolgozza ki, akkor esélyes, hogy előbb vagy utóbb be fognak találni. Ilyenkor érdemes ezzel foglalkozni. Pénzt azzal is tudunk például keresni, hogy megtippeljük, hogy a meccs melyik szakaszában szerzi a hazai vagy a vendégcsapat a gólt. Ilyenkor a 90 perc idősávokra van felosztva. És ilyenkor tudjuk segítségül hívni a statisztikákat. Például az Union Berlin nagyon nem szeret a meccs első negyed órájában gólt szerezni, viszont az utolsó fél órában sokkal-sokkal produktívabbak. Már a meccs előtt is rengeteg lehetőség közül választhatunk, igazából az adott fogadóiroda fantáziáján múlik, hogy milyen fogadási piacokat nyit nekünk. Általában amire élőben lehet fogadni, arra a meccs előtt is lehet, de ez fordítva nem feltétlenül igaz. Olyan speciális fogadási piacokat találunk, mint hogy az adott csapat hátrányból fog-e nyerni, lesz-e 11-es, lesz-e kiállítás, kilövi az első gólt, hogy esik a következő gól fejjel, lábbal, testtel, 11-esből, szabadrugásból. Igazából a felsorolás napestig lehetne folytatni, ezért inkább azt javasoljuk, hogyha gondos utánajárás után kiválasztottátok a számotokra megfelelő fogadóirodát, akkor itt is jól nézzetek körül, hogy mennyire bőséges kínálattal rendelkezik a szerintetek legjobb. Ezek a példák mind-mind a futball világából származtak, most nézzük meg, hogy a többi sportágban milyen különlegességeket találunk. A kosárlabdában fogadhatunk például arra, hogy ki éri el először a 20 pontot, melyik lesz az a játékos, aki először kipontozódik, a teniszben, hogy az adott játékos hányszor brékeli meg az ellenfelét, hogy hátrányból nyere, és még ezt is sorolhatnánk reggelig. Igazából több tíz vagy több száz olyan fogadási piac létezik a más sportágakban is, melyek egyáltalán nem mondhatók átlagosnak. Az általános fogadási piacokon túl vagyunk, az alternatív fogadási piacokat is kiveséztük, most következzenek az igazán őrült fogadási piacok, melyekből több van, mint hinnéd. Az nem is annyira őrültség, hogy meg lehetett tippelni az amerikai elnökválasztás eredményét, hiszen a politikai jellegű fogadások már-már mindennapossá váltak. Megtippelni egy tehetségkutató győztesét? Már ez sem hangzik akkora őrültségnek, ez csak a jéghegy csúcsa. A mai napig lehet arra fogadni, hogy Elon Musk mikor fogja meghódítani a Marsot, vagy hogy egyáltalán a SpaceX atya lesz-e az, aki ezt megteszi.
Lehet tippelni arra, hogy van-e földön kívüli élet, mikor fogják felvenni velünk a kapcsolatot, vagy hogy az elkövetkezendő 5 évben fog-e meteor csapódni a földbe. Tényleg minden csak a fantázián múlik, és a számok alapján, srácok, az látható, hogy a fogadók vevők is ezekre az őrültségekre. Lányok, fiúk, láthatjátok, hogy az online sportfogadás térnyerésével nagyon kinyílt előttünk a világ, rengeteg mindenre tudunk fogadni, van ami őrültség, van ami viszont nagyon jövedelmező is lehet, csak tudnunk kell kiválasztani, szelektálni, hogy melyik. Én mára ennyit szerettem volna, ha tetszett, tarts velem a jövőben is, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!